Ezeken a felvételeken még rengeteg egészséges alma kerül a ládákba, tavaly azonban nem volt ilyen jó a termés. A hosszú távú statisztikák szerint egy átlagos évben 600 ezer, míg egy jó évjáratban 800-900 ezer tonna alma terem Magyarországon. Tavaly viszont mindössze 365 ezer tonna körüli adatot mértek. Az étkezési alma termékmennyisége nagyságrendileg közelített a 2019. évihez, ez mintegy 115 ezer tonnát jelent. Az ez iránti kereslet jelentősen elmaradt a korábbitól. Egyrészt a magas étkezési alma árak, másrészt a Covid-járvány miatt nagyon jelentősen mérséklődött az alma iránti kereslet is. A Covid-járvány azáltal fejtette ki hatását, hogy sokkal kevesebb vásárló ment a boltokba, és értelemszerűen az alma nem egy olyan termék, amelyet online módon rendelünk meg, így a vásárlók számának csökkenése és a relatíve magas étkezési alma árak együttesen váltották azt ki, hogy mintegy 20-30%-kal mérséklődött a kereslet, amit a szeptembertől márciusig tartó időszakban, tehát az elmúlt fél évben folyamatosan érzékeltünk. Bár a szüret a normális esetben véget ért volna november elején, az extrém csapadékos október miatt sok helyen 2-3 hetes csúszással tudták csak elvégezni a betakarítást a gazdák. Ez elsősorban az étkezési alma esetében okozott minőségi és tárolhatósági problémákat. A tavalyi termés szárazanyag tartalma alacsonyabb, savtartalma azonban magasabb volt a sok éves átlagnál. Ez most is kihatással van az árakra. A különböző piacokon, tehát különböző értékesítési csatornákon eltérnek egymástól az árak. A termelői piacokon, kis piacokon jellemzően egy 10-20%-kal alacsonyabb fogyasztói árszínvonalat látunk. Ennek az az oka, hogy itt alapvetően nem feltétlenül megy annyi kézen keresztül a termés, mire eljut a fogyasztóhoz. Másrészt itt nem alkalmaznak olyan drága válogatási, csomagolási módszereket, amelyet egy áruházlánc megkövetel. Az áruházlánci árakkal kapcsolatban most azt lehet mondani, hogy az akciós alma rendszerint 249 és 299 forint közötti árakon van a boltok polcain, míg a nem akciós normál tételek rendszerint a 499-549 forintos sávban mozognak. Ez az árszínvonal az elmúlt 5 évben megszokott étkezési alma fogyasztói árintervallumnak a felső részének tekinthető. A szakember hozzátette, idén-nyáron szinte teljesen ki fognak ürülni a tárolók, és nulla készletszinttel indítják majd a szezont a gazdák. Azonban arra, hogy idén-ősszel milyen termés várható, most még nem lehet becsléseket sem tenni, minden a tavaszi fagyoktól függ. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján május végéig bármikor számítani lehet olyan időjárásra, amely jelentős károkat okozhat a gyümölcs mennyiségében és minőségében egyaránt.